A műsort a Burn és a Lee Mort támogatta. Dob utca 3. Felvétel, helyszín, 4K Raiders. A ruháimat a MyBrand tervezte és gyártotta, akik élen járnak a merchandise-ban. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, Robok tovább a Káosz Podcast harmadik évada, és alapvetően mindig könnyedebb témákkal szoktam jönni nektek, sőt, túlnyomó többségben azt is megkapom, hogy mindig férfi vendégeket hívok ide a stúdióba, amiben van igazság, ezen próbálok egy picit változtatni, illetve talán edukatívabb témákkal is igyekezni fogok többet foglalkozni, pontosan emiatt a mai adást a fiatalok testi és lelki egészségével kapcsolatosan fogjuk végig beszélgetni. ez lesz a mai témánk. K készültem kérdés esetleges ilyen generációs problémákat fogok megkérdezni a szakértőinktől, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. A vendégeim a stúdióban dr. Almási Kitti, pszichológus író előadó, illetve itt lett volna velünk dr. Kúja András, sebész orvosi témákkal foglalkozó tartalomgyártó. TikTokon biztos nagyon sokan követitek és szeretitek Andrásnak a munkáit, de sajnos most ezelőtt egy fél órával betegségre hivatkozva lemondta, úgyhogy remélem, hogy majd vele is sikerül ezt bepotolni, illetve végül, de nem utolsó sorba, Puskás László, professzor, kutató, gyógyszerfejlesztő, a White Lab egyik tulajdonosa, ö, akit egyébként meg megtudtam, Pusinak is szoktak szólítani, erre majd kitérünk egy kicsit később. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a műsorban. De most az orvosokat, a pszichológusokat, a kutatókat, a professzorokat, szerintem mindenki egy picit úgy képzeli el a lelki szemei előtt, hogy nagyon fáradtak, tele vannak melóval, mindig elfoglaltak, el vannak havazva, igazándiból ők kérdezik mindig a többi beteget, hogy hogy van, viszont ehhez képest nem sokszor kapjátok vissza ezt a kérdést, arról meséljetek, hogy ti hogy vagytok most jelenleg. Hát szíven üt a kérdés, abszolút. Hát igen, ez valóban, de ez minden segítő szakmánál így van. Egyébként nem véletlen, hogy a kiégés erről szerintem nagyon sokan beszélnek. Manapság ez egy ilyen divatos téma lett, és jó, hogy az lett, mert nagyon sokan nem tudják beazonosítani, hogy mitől motiválatlanok, mitől képtelenek arra, hogy haladjanak Egyről kettőre jussanak. Szóval, hogy a kiégés hátterében is éppen ez áll, hogy az ember csak segíteni akar, adni, adni, uh -huh. és egyszerűen kiürül ez a tartály, mondhatjuk úgy a mi szakmánknál, hogy az empátiás kapacitásunk, tehát egyszerűen már, már elfogy az a mennyiségű együttérzés, figyelem, lelkesedés egy idő után, ha nem vigyázunk magunkra. És való. Igaz, hogy a környezet általában így reagál a segítő foglalkozásúakra, Nekem konkrétan is hangzott ez egyszer egy hosszú lelkizés után, hogy aj, meg se kérdeztem, hogy hogy vagy, de te úgyis jól vagy. Szóval, hogy van egy ilyen, ilyen elképzelés, hogy ők úgy megoldják maguknak. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tegyen magáért a segítő, vagy keresse meg azokat a köröket, ahol ő is tud egy kicsit arról beszélni, hogy hogy van. Uh -huh. Te hogy vagy? Hát nekem a kiégés, azt tudom, hogy mit jelent, de nem értem, hogy mi az. Tehát szerencsére, tehát hogy én nem megfáradt vagyok, hanem mindig tele aktivitással, energiával. A kutatólét az egy kicsit különböző az orvostól, uh -huh. tehát nyilván akinek minden nap rengeteg páciens kell néznie, rengeteget kell dolgoznia, úgymond ö, ö, olyan dolgokba, amiben belefáradhat, nekünk mindig az újat kell keresni, mindig az újban próbálunk kikapcsolódni, tehát ezért is nehéz definiálnom mondjuk a munkafogalmát is, tehát hogy ez egy kicsit összemosódik a hobbival, az álmaimmal, a mindennapi tevékenységemmel. De alapvetően mondhatjuk azt, hogy picit munkamániások vagytok, hogy nagyon szeretitek a munkátokat, és hogy nehéz adott esetben mondjuk így kikapcsolódni? Vagy nehéz mondjuk akár egy olyan ismerősre találkozni, aki nem úgy egyből úgy fordul hozzá, hogy figyelj, ez meg ez történt velem, mit gondolsz? Tehát, hogy van ilyen, vagy pedig inkább olyanokkal veszitek körbe magatokat, akik nem professzorként, vagy nem pszichológusként tekintenek rátok? Én is nagyon élvezem a munkámat, tehát mondjuk ez nyilván egy segítség, de ebbe beletartozik az is, ahogy bemutattál, hogy mondjuk nem csak egyféle dolgot Igen. csinál az ember, tehát, hogy a praxis mellett vannak olyan fajta elfoglaltságok, és amik egészen más élményeket hoznak. Pontosan ezért hagytam abba az, hogy mondjuk napi 8 órát rendeljek, mert azt gondoltam, hogy így nagyon rövid ideig fogok tudni segíteni, és pont a lelkesedés ugye ennek az egésznek a mozgatórugója, mert az ember annyira élvezi, szereti a szakmáját, ugye a lelkesedés visz, és nem veszi észre, hogy közben magát elhanyagolta. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én, én azért szeretek kikapcsolódni, tehát én azért örülök, ha olyan helyen vagyok, ahol semmi jelentősége annak, hogy, hogy mit végzek, mert nyilván magánéletben azért szerintem ezzel Majdnem mindenki így van, amikor jönnek, hogy figyelj, ott, ott ez a helyzet, ilyen tünetek vannak, de szerinted hova kellene? Tehát, hogy ez már egy ilyen mentális munkát igényel, uh -huh. és a másik az, hogy engem legalábbis egy picit így befeszít, tehát nem tudok az az oldott magánember lenni, aki egyébként lehetnék, tehát nem nem szeretném magam mindig színpadon érezni, ahol szoktam lenni, ahol csak egy szerepemben látnak, ahol az emberek már fintorognának, ha magánéleti részből többet látnának, be lehet, hogy nem fintorognának, egy ne tudja, lehet, hogy örülnének neki, de szóval, hogy, hogy amit megszoktak tőlem, épp ezért, hogyha elmegyek valahova, mondjuk egy születésnapra, volt ilyen, és egészen lazán éreztem magam, mert majdnem táncoltam is, amikor egyszer csak megláttam egy kliensemet, aki meg volt hívva erre az eseményre, és nekem az olyan, most az akkor fura. ugye ilyen szerepütközés Aha. van, úgyhogy én szeretem, hogyha egy olyan helyen vagyok, akár külföldön, ahol nincs jelentősége annak, hogy ki mivel foglalkozik, Uh -huh. Kezdjük mindenek a legelején. Alapvetően ugye itt a White Lab kapcsán ti labor diagnosztikával foglalkoztok. Mindennek a legeleje szerint tehát a szűrővizsgálatok? Az, hogy viszonylag gyakran, és erre majd térünk ki, hogy milyen gyakran érdemes akár a fiataloknak, akár a középkorúaknak, akár az idősebbeknek elmenni egyáltalán szűrővizsgálatokat elvégezni. Tehát a szűrővizsgálatoknak a lényege, egy csúnya mondok, az a prognosztikai markereknek a, a vizsgálata. A prognosztika azt jelenti, hogy egy betegségnek a előfordulását te előre jelzed, hogy az most elő fog fordulni. Uh -huh. Tehát nyilván fiataloknál vannak tipikus betegségek, de sokkal inkább jellemző a felnőtt korra, az idősebb korra, azoknak a betegségeknek a előfordulása, itt a daganatos megbetegedések, a szívférrendszeri megbetegedések, vagy a mentális problémák, ezek nyilván az idősekre vonatkozik. A fiataloknál én úgy gondolom, hogy inkább, hogyha túlterhelt, rossz egészségi állapotban van, vagy mondjuk a legnagyobb probléma szerintem a tunyaság, mm. tehát hogyha valaki nagyon túnya, elengedi magát, rosszul étkezik, elhízik, vagy pont az ellenkezője, hogy mondjuk túledzi magát, és ezeket nem kontrollálja, nyilván ezekbe, ezeket a vérben keringő markerekkel, úgymond markerekkel ezeket nyomon lehet követni. Itt lehet inkább életmódtanácsot adni, nagyon sokszor mondjuk a fiataloknál egy-egy marker megjelenése inkább egy tükör neki, hogy változtasson valamit. Tehát nem azt fogja megmondani, hogy most tényleg valamilyen éppen beteg, de mondjuk úton halad a felé, hogyha ilyen életformát folytat, akkor abból probléma lehet. És akkor erre is megpróbáljuk a White Labnál felhívni a figyelmet. Én azt vettem észre, hogy főleg az idősebb generációnál, hogy tipikusan akár, hogyha a pszichológiáról beszélünk, akár, hogyha bármilyen szűrővizsgálat, bármilyen orvoshoz egyáltalán elmenni, jaj, majd elmegyek akkor orvoshoz, hogyha már valami fáj. Mm. Ti erről mit gondoltok, hogy ez a fiatalokban egy kicsit talán már nem így van, vagy pontosan ugyanúgy generációra a generációra visszük ezt, és ez gyakorlatilag a legfiatalabb, nem tudom, tizenévesben is már bennem van, jaj, majd, ha nem tudom, eltörik a lábam, akkor megyek csak orvoshoz, addig, hogyha csak mit tudom én, fáj, fölvenni a gatyámat és égeti a bőrmet, az nem probléma. Tehát, Megvan ez a gondolkozás, vagy vagy azért talán már így így, így ebbe fejlődtünk? Szerintetek? Azért engedem, hogy válaszolj, mert nekem erről van egy nagyjából fél órás anyagom a fejemben. Nem Azt nem... majd lerövidítjük, ha, igen. igen. Hát az egyik a generáció, most én arra nem akarok beszélni, a másik pedig a pandémia, ami itt volt. Tehát teljesen megváltoztatta a viselkedésünket, a hozzáállásunkat a betegségre kapcsolatban, a saját magunknak a jobban figyelünk magunkra, másokra, tehát azért ennek volt egy pozitív hozadéka is, tehát az, hogy nyilván a magunk szűrése, magunk figyelése, a diagnosztizálása, és nyilván ezt nem kell túlságosan túlerőltetni. Persze. De szerintem ez felhívta a figyelmet mind a fiataloknál, mind pedig az idősebbeknél, hogy igenis erre szükség van, és fontos ezeket folyamatában nézni. Tehát uh -huh. vannak olyan ilyen futurisztikus álmok, hogy mit tudom én, ha minden évben csinál valaki egy szűrővizsgálatot, és mondjuk megnézi a, a mobilján, és mit tudom én, egy alam lesz, hogy, hogy, vagy mondjuk egy karóráján, és egy alam jelentkezik, hogy ezt a szűrést csinálja meg, mert lehet, hogy elindult egy olyan irányba, ami mondjuk betegségé fajulhat. Tehát szerintem ez, a fiatalok nagyon nyitottak erre, és szerintem a, az új generációknál már a fiatalabb generációknál, Igen. Ez, ez szerintem ez, ez, ez egy nyitott kérdés. Szerintem biztos, hogy, hogy, jobban fognak magukra figyelni. Hát lehet, hogy talán így a technológia miatt is, hogy annyira hétköznapi az, hogy ez okos így, órája van ezek mindenkinek, a kicsi, okos így, telefonja, így, hogy így, talán erre is oda, így, jobban odafigyelnek, és már az is, aki nem figyel, már csak az is, hú, ennyit lépcsőztem ma, azt a mindenit, hát ez tök jó, vagy pedig épp, hogy keveset mozogtam. Akkor, túl sokat figyelünk magunkra, az sem, az sem jó, az tehát az egy egészséges egyensúlyt kell megtartani, de akkor átadnám. Igen, ebben látom ezt a kérdést, bár valóban a a talabaknál talán lesz egy ilyen váltás, mert tényleg igaz, hogy bármi, amilyen ilyen direkt üzeneteket küld, az nagyon elősegíti azt, hogy tegyünk magunkért, vagy amikor olyan projektek vannak, olyan kampányidőszakok, a, a, amikor kimegy mondjuk egy. Egy szűrőbusz valahova beáll egy cégnél, és akkor csak be kell sétálni. Tehát minél könnyebb elérhetővé teszünk egy, egy lehetőséget, annál jobban élnek vele. Azért látom sötét ebben, mert ugye a pszichológiai szempontból, ha nézzük, akkor teljesen természetes, hogy a veszélyekre jobban ki vagyunk hegyezve, mint a kellemes dolgokra. Hát ez egy evolúciós dolog, egy hát nyilván előbb a veszélyekkel kell foglalkozni, hogy örülhessünk a jó dolgoknak de hogy ebben a kultúrkörben nálunk mindenre vonatkozóan sokkal intenzívebben reagálunk a negatív, a bajra, a veszélyre, a vesztességre, mint a nyeresség vagy a jó dolgok lehetőségére. Többször annyi jónak kell lenni, hogy legalább annyira megmozgasson minket, mint egy kicsi rossz. Tehát, hogy, hogy erre vagyunk így behuzalozva, és egészségügyi szempontból gondolom ezt a lehetem azt, hogy ha megnézzük a prevenciót, a megelőzésnek a, az előnyeit, hogy mennyivel olcsóbb minden társadalomnak, minden cégnek, minden. Mindenkinek is magának a szemének is nyilván sokkal jobb, ha nem lesz beteg, hanem megelőzi. Az lenne sokkal olcsóbb, de azért még mindig ott tartunk, hogyha megnézzük az egészségügyben, hogy mikor váltanak életmódot emberek, uh -huh. mikor fejezik be, bocsánat, a zabálást, mikor van az, hogy nem a napi 25 lépéstől veregetem meg a vállam, hanem valóban elkezdek sportolni, vagy kihagyom a vörös húst vagy a bármit az akkor van, hogyha már vagy volt egy infarktusa, vagy azt mondják, hogy ember így két éve van uh -huh. hátra. Tehát, hogy valami olyan diagnózis, vagy nagyon lebegő veszély a veszély miatt hajlandóak. És ez egy nagyon nehéz dolog. Én ezért beszélek erről olyan sokat, mert ugye én mindig a bálítódásról, kognitív technikákról beszélek. Hogyha ez van a fejedben, hogy valami nagy rossznak kell lenni, na jó, akkor már nem tudok mit tenni, akkor már kénytelen vagyok igen. tenni igen, igen. Ez egy nagyon rossz mentalitás, ami helyett mondhatnám azt, amikor nincs semmi, mit tehetnék magamért szűrővizsgálatok, sport, életmód, egészséges táplálkozás, mert akkor nem lesz ilyen bajom. De valahogy ezt nagyon nehéz itt átbillenteni a jóra való fókuszt, a lehetséges jóra való fókuszt, hiszen megfoghatatlan a nyereség, mert ugye itt mi a nyereség, hogy nem történik lesz meg baj, valami igen. rossz, de ez ugye nekik nem egy konkrét dolog, Ellenben, hogyha nagy veszély van, baj van, és még egy tünetet ez, akkor már látod. Szóval sajnos ez egy, ez egy hosszú folyamat lesz, de hát én is abban bízom, hogy azért itt a, a fiatalok már másképp látnak dolgokat, de az biztos, hogy a, a náluk idősebb generációknál ez egy, ez egy nagyon makacs probléma. Tehát mindenki tudja nagyjából, hogy mit kellene, hogy számára jobb legyen a helyzet, hogyan kellene, hogy éljen, csak az a kellene mindig ott marad ocsán én igen. csak egy eszemélyt valami hogy, hogy mondjuk a, a nőknél, nők tehát hogy a, mondjuk a, a, a gyerekvállalás az szerintem ez egy olyan mérföldkő igen amikor rögtön az egészségükre gondolnak a nők és szerintem ö, Ebbe is bele lehetne kapaszkodni, akár egy hormonprofil, vagy amit most fejlesztünk, hogy teljes nőgyógyászati mikrobiom, tehát hogy milyen típusa van, mennyire egészséges a, 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 a nőgyógyászati mikrobiomja, ezek befolyásolhatják, hogy teherbe esik, nem esik teherbe. Tehát ez, ezek, ezek olyan fontos dolgok, amik, amik feljönnek viszonylag fiatalkorban. És hogyha erre tudnánk építeni esetleg eh, egészséges élet, életmódot, a diagnosztika fontosságát, szerintem ez egy óriási lépés lenne. És általában is a nők után eh, futnak a fiúk, akkor utána erre lehetne építeni, Igen. akár eh, teljesen más. Is. És nem, nem akarok nagyon elmenni ebbe, mert nem, nem hiszek ebbe, hogy fú, mi magyarok, mi mennyivel másabbak vagyunk, Én ilyen. Nem vagy magyarok. De magyarok. nem tudom, hogy ez amúgy így ö, világszinten látjátok ezt a problémát, hogy mindenkinek akkor kapcsol be a jelző, hogyha baj van, vagy pedig ez, ez ránk különösen ö, érvényes szerintetek? Én a régiót mondanám Aha. a magyarokat, hanem inkább azt mondom, hogy én, én ugye nem, nem főleg nem egészségügyi kérdésekben szoktam erről beszélni, hanem mondjuk a sikerhez, a, az előrelépéshez való hozzáállást. mondjuk úgy, hogy a siker kultuszban tőlünk jóval nyugatabbra, ahol arra fókuszálnak, hogy a tehetségeket megtalálják, azokat kibontakoztassák, ahol ha eszét írnak a gyerekek, akkor felfedezik benne a nagyszerű kreativitást, és, és megtámogatják ezeket. Hát nálunk a hibákat találják Igen. meg, de nem csak nálunk, a régióban. Tehát ez a középkelet európai más oktatási rendszerű felfogású terület az, aki ami elsugalja, hogy hogy, hogy inkább nem, nem ezen van a fókusz. És ugyan így, hát azért nyilván nem véletlenül írtam egy ilyen undok témáról könyvet, mint mondjuk az irítség, tehát hogy az is egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk hogy viszonyulnak az emberek a jó dolgokhoz, például a sikerhez, tehát erre mondom, hogy a siker kult Tusz, ö, ö, keretein belül, hogyha valaki nagyon sikeres, általában ováció fogadja, keresik a társaságát, megkérdezik, hogy ő hogy csinálta, és tele vannak az előadók, ö, és még azt is elmondják, hogy hány milliót kerestek egy adott ö, vállalkozással, és ez, ennek még örülnek is. Ennek akkor tudnak örülni a fiatalok, hogyha azt gondolják, hogy számukra is van lehetőség, ezért is rácupannak az illetőre, megkérdezik, hogy hogyan, mint, mm -hmm mert el tudják magukról hinni, hogy ez nekik is sikerült. Ebben a kultúrkörben itt nem hiszed el magadról, nagyon sok alacsony önértékelésű, nulla önbecsülésű fiatallal is találkozom, és ez nem csak a családban, hanem az egész gondolkodás módban dől el, aki nekem se sikerülne, ezért elkezdi rühelni azt az illetőt, aki meg elérte is. Ezért is van az, hogyha látjuk a kommentkultúrát, a visszajelzéseket, Igen. akkor ugye egy ilyen lehúzás jelenik meg inkább, mert irritáló, ugye a különbség. Tehát nem ők is rácsatlakoznának, hogy elérjék, hanem inkább pocsgondiálják, hogy őt lehúzzák. Uh -huh. És ugye tényleg ez a, a, a dolognak a, a, a működtetője, hogy azért irritáló, mert én nem érem el Kutatások azt mutatják, hogy például a siker, szóra, milyen asszociációk jönnek ebben a kultúrkörben, ügyeskedés, uh -huh. urambátyám, nem tudom, tehát csalás, egyebek, tehát nem a kitartás, a tehetség, a szorgalom, vagy bármi olyan, amit nyugaton mondanának. Tehát erre mondom, hogy ez inkább egy gondolkodás mód, de mindig inkább a negatív jön először. És sajnos ez pedig, hogy nem hiszik nagyon sokan el magukról, hogy nekik is van esélyük kitörni abból az egzisztenciális körből, bármi olyan nehéz körülmények közül, amiben benne vannak, ez egy teljes tehetetlenséget. Szül, a, a tudásságot például akár fizikailag, akár mentálisan és mit oda, úgy is mit erőlködjek, az úgy nekünk való, oda úgyis csak azok jutnak, bekerülnek be, akik uh -huh. oda, oda születtek. Szóval ezen érdemes így változtatni, hogyha ebben jó példákat. Mut az én mentor vagyok sok helyen, tehát azért van ennek egy jó része is, és van nagyon sok mentorprogram. Tehát azt gondolom, hogy vannak lehetőségek is, de azért nagyon sok olyan nagyszerű tehetség van, aki olyan helyen van, hogy ezekben nem jut be, mert uh -huh. nagyon távol van tőle, nem is hallott, vagy nem tudja megoldani az odajutást. Ez tök jó, hogy így elmondtad, mert a gyökerében nem gondoltam bele, de mit tudom tavaly voltam egy konferencián, és Amerikában véletlenszerűen ültettek körbe egy asztal, uh -huh. asztalon, és egy amerikai fasziót elmondta, hogy ő, mit tudom, Kaliforniában tíz évvel ezelőtt itt vett elket, és most milliómos is. A, a, ahogy reagáltak az asztal körül, mindenki úristen, de ügyes vagy, igen. fantasztikus. És akkor rögtön bekattan, hogy nálunk ez hogy lenne? A szemét mit csinál? Igen. Vagy, Kinek ezért, a kielégedése? Hát, vagy, igen. hogy milyen, tehát, hogy, hogy csak a negatív is. Pont ez, amit mondtál, és ez szerintem ugyanaz, hogy a követendő példa. Tehát, hogy visszatérve most az egészségre. Tehát, hogyha valaki, mondjuk tenni akar, vagy egy picit túlsúlyos, és akar ez ellen tenni, akkor lehet, hogy nem hiszi el, hogy ő ezt meg tudja tenni. Uh -huh. Hogyha lennének pozitív példák, és arra nem irigykedve nézne rá, hanem mint példaképre, akkor ez fantasztikus lenne, hogy az egészségbe ezt be tudná vinni. Abszolút. Nem. Ez nekem is szó szerint így volt. Én a kognitív képzést végeztem Amerikában, és de ez a támogatás, amit ott kapott az ember a kollégáktól, azon hagyaltunk ott, nem tudom, fél órán, órán keresztül, hogy ők próbáltak ötletet adni, hogy nekem mi lenne jó. És, melyik de jó. bolygóra kerültem. De jó. Lehet, hogy ezek az emberek önzetlenül csak itt. Szóval, hogy tényleg ez egy nagyszerű dolog, és hát nyilván ezt próbálom képviselni én is, hogy. Mert azért itt is van nagyon sok ilyen gondolkodású, főleg fiatal, és ebbe azért az is beletartozik, hogy ugye az internet nagyon betört, tehát a gyerekkorunkban nem volt semmilyen, tehát emiatt az, hogy látjuk például a nyugati gondolkodás hiszen az összes film, a sorozatok, a tartalmak, a felületeken ugye rengeteg ilyen videót látnak, például, ha már tesszúj, rengeteg ilyen motiváló videó van, Aha. ami erőt ad az életmódváltóknak, szóval hogy azért őket már nagyon meghatározza a mostani fiatalokat, hogy látják ezeket, és nagyon sokan jónak tartják, és követik is őket. Én emlékszem arra, hogy pedig én most leszek 28, és nem, nem tartom magam egy idősnek, de hogy én emlékszem arra, amikor általános iskolás voltam, és hogy kiderült, hogy az egyik osztálytársam pszichológus az jár, és picit az volt a közösségben, hogy hú, te hülye vagy, picit így távolságtartóbbak lettek tőlük, vagy tőle a gyerekek, talán mondhatom azt is, hogy volt, aki cikiszte. Ez, Régebben szerintem abszolút, vagy lehet én voltam ilyen közegben, nem tudom, de ez a gondolkozás, hogy fu, aki pszichológushoz jár, az hülye egyből, az nem tudom, ez olyan dolog, ami ördögtől való, félni kell tőle, de most ezt szerinted 2024-re ez mennyire lett akár adott esetben trendi, adott esetben mennyire mernek elmenni pszichológushoz, és foglalkozni tényleg a lelkükkel, és elmondani a problémáikat, és megkeresni akár szakembert, vagy, vagy ez is ugyanolyan végletben van, mint, mint ugyanúgy, amiről beszéltünk, hogy bármilyen egészségügyi probléma fellép, akkor megyek csak orvoshoz, és ez is úgy van, hogy fú, ha már nagyon rosszul vagyok, na akkor elmegyek pszichológushoz. Szerintem ez megváltozott, de egyértelműen látszik, hogy azokban a rétegekben trendi, vagy elfogadott, vagy, vagy teljesen oké, okay, akik a nyugati kultúrával átadottabbak. Tehát például nagy cégeknek, multiknak a vezetői, hát ez, ez, abszolút az életminőséghez tartozó dolog. Tehát nem, nem, nem hogy trendi, hanem egy száloga annak, hogy valaki tesz magáért, hogy minél jobb mentális és pszichés mm. állapotba kerül, azért ez egy eléggé forintosítható hozadék, ami a pszichoterápiáknak is a következménye. Hiába lehet, hogy egy vezérigazgatónak a párkapcsolatával foglalkozunk, na de ha jó, a párkapcsolat, ő egész más döntéseket Igen. fog hozni. Egészen más vezetői attitűddel fog belépni minden reggel. Tehát, hogy azért onnantól kezdve, hogy ez egy nettó eredményt tud hozni, nyilván sokkal megmagyarázhatóbb is, tehát ez nem csak egy ilyen nyabajgásnak tűnik mondjuk abban a rétegben, vagy például a férfiaknál. Azt látom, hogy ahol még ellenállás van, hogy na, a pszichológushoz csak a hülyék, vagy a nem tudom, kik járnak. Általában olyan rétegekben fordul elő, ahova még nem annyira tört be ez a nyugati e kultúra. Kevésbé nyitottak ennek a befogadására, tehát olyan helyen laknak elzárkózva azért az új sodrás iránytól ezek az emberek, ott még ez megvan, de én már nagyon ritkán találkozom ezzel. Tényleg gyakorlatilag tömött sorok állnak a kollégák legtöbb e Tehát tényleg inkább azt kell mondani, hogy nincs elég szakember. A legtöbb helyen. Tehát mennének az emberek. Most ez egy más kérdés, hogy miért nem államilag finanszírozottan tudnak járni, de hát ez egy nagy, nagy terület lenne, ha ezt kinyitnánk, mert nyilván rengeteg embernek szüksége lenne, aki nem tudja ezt megfizetni. Vannak természetesen ingyenes helyek, hála Istennek, vannak segélyvonalak is, amiket föl lehet hívni, de hát azért ott meg még korlátozottabbak a lehetőségek. Hát azt meg gondolom, még jobban tömött sorok vannak, és válnak, és nehezebb bejutni. Ö ha van ilyen, hogy mik a legalapabb uh, ilyen magyar, vagy akár fiatalkorban kialakuló betegségek, amik adott esetben akár fordulhatnak hozzátok, hogy uh, megszűrítek, odafigyelnek, uh, vagy odafigyeltek rá, hogy vannak ilyen, lehet, hogy nincs, de ilyen standard top 3, most ez hülye, hülye így nevezni, de hogy mégiscsak így a leggyakrabban. Hát van, de ez nem magyar specifikus, hanem, uh -huh. hanem általában specifikus, tehát mondjuk a, a nőkre, nőknek nagy része nem is tudom, hogy 10-20 a pajzsmirigy problémákkal küzd, tehát nyilván a, a, egy ilyen szűrés, ahogy mondtam, a gyermekvállalásnál egy női hormonprofil, illetve hát a tumorprofilok. Tehát ezek általános vizsgálatok. Igazából a White mi egy háttér kutatói laborhálózatot is működtetünk, ahol új dolgokat fejlesztünk ki. Tehát ezért lépünk most a piacra egy olyan nőgyógyászati mintavétellel, hogy egy mintavétellel mindent megmondunk, az összes baktérium, összes gomba, összes vírus, azoknak a tipizálása, és például a nőgyógyászok is nem mindenki tudja, hogy a nők öt csoportra oszhatók az alapján, hogy milyen a mikrobiomjuk. És ezek predesztinálják a, a nőt, hogy mit tudom én, nagyon gyakran fertőzést kapnak, egyáltalán nem könnyenesenek teherbe, vagy éppen nagyon gyakran vannak problémáik. Uh -huh. És ezeket lehet kezelni. Tehát ez, ez egy fontos dolog. Ami mondjuk nem termi, nem feltétlenül a, a fiatalokra vonatkozik, az pedig a tumormarkereknek a vizsgálata. Itt látok a jövőben egy nagy ugrást, tehát hogy mondjuk a jövőben mi az, ami úgy érdekes lehet, tehát az, hogy ezt ismerjük, hogy mondjuk egy csepp vérből, hogyha mondjuk egy molekula kering a vérünkbe, akkor azt meg tudjuk, meg tudjuk határozni, tehát ez nonsense, tehát ez soha nem fogjuk, tehát ez nyilván ez nem a, 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 a tudománynak a, a köre, tehát ezt nem tudom, hogy beszélhetek-e erről egy kicsit bővebben, tehát hogy mondjuk, mondjuk egy kicsit lazábban, hogy mondjuk úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, hogyha egy olyan molekula van, ami nem oda való, tehát mondjuk a... Vegyész barátom azt mondta, hogy a macska is oldódik a Tiszában. Tehát, hogyha mondjuk a, a Tisza fölött mondjuk egy macska. Legyünk állatvédők, beleugrik a Tiszába, és mondjuk a szeged alatt ki kellene halászni, mondjuk egy merítőhálóval, mi a valószínűség, hogy azt ki tudjuk halászni. Tehát az, hogy mondjuk egy molekula van, az azt jelenti, hogy ha öt, egy cseppférben mondjuk legyen fél milli, az azt jelenti, hogy tízezer molekula kéne ahhoz, hogy abba a cseppbe egyáltalán megjelenjen. Tehát ez egy statisztikai dolog. Tehát, hogy a, hiába fejlesztünk akármilyen szenzort, azt az egy molekulát soha nem fogjuk megtalálni. Ezért nyilván van egy, van egy ilyen gátja ennek akkor mondjuk az, hogy ezeket hogyan lehet nyakon csípni, hogy lehet fülön csípni, hogy, hogy lehet dúsítani ezeket. Tehát ezek egy olyan érdekes dolgok, hogy sokkal hamarabb lehessen mondjuk egy tumoros betegeket, beteget diagnosztizálni, mint most a, a CT-vel tudjuk. Tehát a CT-nek a határa, azt nem tudom, tudják-e, vagy, tudjátok-e, hogy az 50 millió sejt massza kell ahhoz, hogy, hogy egyáltalán detektálja. Tehát, hogy ez őrült, akkor az már, az már túl késő, vagy majdnem késő. Tehát olyan módszerek kellenek, ami sokkal érzékenyebb ezeknél. De nyilván én is tudnék fél órákat beszélni erről, nem akarom húzni az időt, de hogy a, 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 jövő az, az szerintem e felé mutat, hogy olyan speciális vizsgálatok, ami nagyon korán megmutatja, hogy, hogy, ott van a betegség, gyorsan tegyünk valamit, vagy pedig az utat, hogy az egy betegség felővezető út, akár egy inzulinrezisztencia, mondjuk egy, egy cukorbetegségnek a, a kezdő állapota, de, 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 ahogy mondtam, egy kardiovaszkuláris rizikófaktort is fülön lehet csípni. Azt szerintetek egyébként egy validálítás, hogy amúgy a lelki bajokból, tehát hogyha valaki depressziós, nagyon sokat szorong, idegeskedik, stresszes az életmódja, akkor abból előbb-utóbb vagy kialakul, vagy kialakulhat fizikai tünet is. Tehát, hogy ez, mert hogy ez hallani innen-onnan, meg, meg, nyilván ez inkább pszichológia szerintem, de hogy ez, de hogy ez, ez, ez valid, ez, ez helytálló? Hát azért a pszichoszomatikának igen, nyilván van igen. alapja. Tehát ez nem csak pszichológia. Nem csak a testileg Teljesen. dolgok összefüggése. És hát nyilván most, ha nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazunk, de ha csak a stressz hormonba bele az immunrendszer gyengülésébe, tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, mert ezt talán gyorsan értik az emberek, hogy nézd meg, hogy akinek herpesze van, az általában milyen időszakban jön ki. Tehát, mm -hmm. hogy ez teljesen egyértelmű, mert nagyon stresszes időszakban teljesen legyengül az immunrendszerük, és az a bennük egyébként ott lappangó lehetőség akkor üt ki. Egyben. És hát azért én úgy uh, tudom, nyilván az onkológia az egy ilyen nagyon misztikus terület, de azért ott is nagyon sok... Uh, irány arra jut, ki, hogy végül is azért a tartós immunrendszeri gyengeség az, ami ezt az egészet fölrabantja, de hát a gyomorfekétől a, tényleg a szívérendszer, bél problémák, tehát hogy azért ez nagyon sok esetben kimutatható a dolog, de hát... Így van, ez teljesen így van, tehát vannak olyan molekulák, amelyek a immunrendszert aktiválják, hogyha az túl aktiválva van, akkor az ellenkezője történik, szintén lemegy az immunrendszer, mondjuk uh -huh. egy autoimmun betegségnél, hogyha még nagyon alacsony, akkor a tumor megjelenhet, és nyilván ez teljesen összefügg. Tehát, hogyha valaki mély depresszióban van, nem is, nyilván nem is mozog, de nem is kell, hogy mozogjon, akkor te, ezek, ezek az ezek a, egyensúlyok teljesen felborulnak. Tehát gondoljunk bele, hogyha mint, ami valaki nagyon beteg, akkor olyan faktorok ö, jönnek létre, hogy teljesen elengedi magát, lefekszik, Igen. semmihez nincs kedve, ö, ö, szinte depressziós állapotba kerül. Hát gondoljunk bele, hogyha fordítva van, hogyha mentálisból indul ki, ugyanúgy ezeket a betegséget indukálhatja. Mi szerintetek az általános ideális jó sorrend, vagy ideális eset, ha mondjuk lelkileg rosszul vagyok, vagy valaki lelkileg rosszul van, akkor először keressen, utána mondjuk a neten, vagy már egyből keressen fel egy pszichológus, hogyha megteti, hogyha ezt megtette, akkor utána menjen el szülővizsgálatokra, ott vagy kiszűnnek valamit, jó esetben nem szűnnek ki semmit, és egészséges, és utána, ha baj van, akkor, akkor do ki. Tehát hogy ez a sorrend, vagy nincs ilyen feltétlenül ilyen sorrend, ami egymást követhet, szerintetek? Hát én egy dolgot próbálnék meg, de teljesen kivülállóként. én elmennék sportolni. Aha. Tehát megpróbálnék elmenni sportolni, mert hogyha valaki depressziós, és nem akar kimozdulni, nem tesz semmit, tehát fizikai terhelést, hogyha magára ráerőlteti az, hogy menjen el sportolni, már lehet, hogy ez elég, lehet, hogy jobban fog aludni, jobb lesz az étvágya, és, és helyreáll. Tehát én lehet, hogy ezzel kezdeném. Utána, hogy ez nem hát, segít... Még, még, még megelőzi konkrétan persze. a pszichológus, vagy bármi. Én szerintem, de okay. hát igen, ez, ez az én véleményem. Uh -huh. Természetesen, hogy ennek van valami kiváltó oka, tehát mondjuk egy ö, ö, tragikus ö, élethelyzet, vagy bármi, amit nem tud egyedül földolgozni, akkor hiába mondom, hogy menjen el futni, nyilván nem, ahhoz az ember kell. De hogyha ö, 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 csak, amit az előbb említettél, hogy mondjuk a úgy gondolja, hogy az útnak az elején van, én, én ezzel kezdeném. Ez a legegyszerűbb életforma, hm. vagy életmódvállalás. Meg ez ingyen van adott esetben, mozogni. és minden minden összefügg, akkor ez már bepörgeti a vérkeringést, a mondom, jobban fog tudni aludni, tehát egy, egy sor olyan dolog, ami, ami ezt helyre billentheti. Hát nyilván ez, ez a legfinomabb forma. Tehát, hogy, amikor... Ez a nulladik lépés. Hát akkor... Szerintem igen. Tehát én ezt tenném, nem biztos, hogy szakemberhez fordulnék mondjuk egy kisebb problémával, megpróbálnám ezt magamban lekezelni. Mm -hmm. Természetesen, ha nem tudom, akkor, akkor kell azt szerintem a... a a szakemberhez fordulni, de ezzel vitatkozhatunk. Egy, egyetértünk ezzel? ezzel? Egy kicsit kiegészítve, én szűrővizsgálatra mindenképp járnék, tehát az nem kérdés, azt mindentől független. Akkor is járnék, hogyha, ha jól vagyok, hát hiszen ez Persze, a lényeg, hogy ne várjuk meg a bajt. Tehát az, az, szerintem egy külön kérdés. Nyilván életkornak megfelelően vannak tipikus szűrővizsgálatok, van olyan, amit nem kell egy 20 évesnek megcsinálni, csak mondjuk 40 vagy 50 éves kor felett. Szóval szerintem az kell. A sportnál teljesen összecsengünk, szintén van egy elég nagy blokkom sportból, amit nagyon sok előadásomban említek. Annyit tennék csak hozzá, hogy nagyon sokan ugye ilyen energiavesztett állapotban vannak, hát a depressziónak is ez a lényege. Tulajdonképpen, hogy egy energiavesztett állapot, de most, ha nem is egy klinikai depresszióról beszélünk, csak egy ilyen punyadás, vagy kedvetlenség, vagy esik az eső, vagy bármilyen, Szóval ilyenkor nagyon sok fiatal, meg nem fiatal is azt mondja, hogy így várja, hogy majd, ha így lesz energiám, megyek. És ez fordítva van, tehát az energia energiát szült. Tehát attól lesz több energia, hogy oda mászik az edzőterembe, 10 percet gyalogol, vagy hármat emel, vagy bármi, kicsit bemelegszik, akkor is így fog hazamenni. Sokkal erősebben megy haza, mint ahogy oda elmászott. Mert hogyha valamilyen aktivitásra késztetjük magunkat, az a tartalékainkat is működésbe hozza, ha punyadunk. Még a tartalékunk is így elsikad, nem is tudunk róla. Tehát, hogy nyilván én mindig azt szoktam mondani, hogy megint. Ha baj lenne, hirtelen menekülnöd kell a, nem tudom, a medve elől, vagy éppen valakidet megmenteni, akkor ezért csak föltápászkodnál. Akkor nyilván nem gondolkodsz és föltápászkodsz. Tehát magyarul tudnál te hozolni, de miért a bajnak kell jönni ahhoz, hogy erre rájöjjünk, hanem miért nem elég hívó szó az, hogy például jobban lennék tőle. Tehát a sporttal Igen. egyetértek, szívesen annyit tennék hozzá, hogy azért nyilván vannak olyan típusú... Kérdéskörök, amiknél nem lehet eldönteni, hogy kinek mennyire üt be. Ez lehet egy szakítás, ez lehet egy bullying. Szóval, hogy azért nem mindegy, hogy valaki milyen eszköztárral rendelkezik, milyen neveltetése van, milyen a magával való viszonya. Néha elég, azt tudom, hogy TikTokon rengeteg, nekem nincs TikTokom, de azért van két ö, ö, nagyon fiatal lányom, akiknél ö, azért látom, hogy mire jó ez, tudom, hogy mindenről vannak ilyen nagyon bátorító, erősítő videók, például egy szakítás, hogy lehet túlélni, és ez nem feltétlen szakmailag megalapozott, de nagyon jó látni a kortársakat, hogy ők mit kezdtek vele, ők is egybe foly folyva, hogy zokogtak, nem tudtak kenni, nem tudtak aludni. Ezt a csoportokon lehet látni, a csoportjaimnak, nem csak az enyémeknek, mindegyiknek egyik fő hozadék, hogy jaj, de jó, nem csak velem történik Kaj. ez. Tehát nem én vagyok egy abnormális, hanem hogy mások is így élik meg. Szóval ezeket bele gyűjteni így, de azért ne felejtsük el, hogy valakinek egy szakítás, ez egy olyan gombot nyom be, hogy elhagyott az apám, vagy anyám is belém rugott, az, az sokkal regresszívebb, sokkal tehetetlenebb állapotba tud valakit sodorni, és azért ne felejtsük el, hogy nem véletlenül, bocsánat, hogy ilyen komoly témát behozok, de azért a fiataloknál is nagyon magas az aránya az öngyilkossági kísérleteknek, vagy sajnos a befejezett öngyilkosságnak, ahol sokszor annyit hallunk, hogy rossz iskolai eredmény, vagy csúfolódás, vagy egyebek, szóval ez lehet, hogy kívülről egy erősebb személyiséggel azt gondoljuk, hogy jó, hát tojd le, ugye ez az egyik leg... -leg Negatívabb hozzászólás szerint, amit le lehet mondani, ugyanis épp ez a lényeg, hogy nem tudod letolni. Tehát Igen. ez nem egy segítség, szóval csak ezt akarom mondani, hogy azért ezt viszont látni kell a környezetnek, hogy néha elég egy barát, egy barátnő, egy TikTok videó túljutni, de vannak olyan gyerekek, fiatalok, akiknél ez kevés lesz, hogyha nincs olyan támogató háttér, ott nagyon fontos, hogy a környezet is így fölmérje, hogyha már beszél ilyenről valaki, többször megfordult a fejében, akkor akkor segíteni neki, megfogni a kezét és elvinni egy szakemberhez, vagy minimum megmutatni neki egy segélyvonalt, mert mondom, azok nagyon gyorsan fölhívhatók, uh -huh. és azért ott arra képzett emberek vannak, akik át tudják billenteni egy olyan irányba, hogy aztán kérjen segítséget itt jó is, hogy egyébként, vagy olyan szinten jó, hogy ezt szóba hoztad, hogy szerintem nagyon sokak fejében tévesen vagy rosszul van meg az, hogy most tulajdonképpen mit is csinál a pszichológus, és mit is csinál a pszichiáter. Mi az alapvető és legfontosabb különbség, vagy különbségek? Hát ugye a pszichiáter az orvosi egyetemet végzi el, és a pszichiátriai szakvizsga után ő nem pszichoterápiát végez, hanem alapvetően a gyógyszeres kezelés uh -huh. Határozza meg, a pszichológus pszichológia szakot végez, és utána, mondjuk, mint én, én a klinikusit elvégeztem, az még négy év, és a sotén van egy szakvizsga. Aztán én is a kutatással, mert ugye én, én tehát én is inkább az elmélettel foglalkoztam, de ez egy olyan vonal, ahol mi egyértelműen végig az egyetemen az emberi lélek működését tanuljuk, és aztán pszichoterápiás végzettségek kellenek ahhoz, hogy valaki klinikussá váljon, meg kell saját élmény, tehát önismereti saját élmény, uh -huh. több száz óra ahhoz, hogy valaki klinikai pszichológus legyen, tehát mi meg a lélekkel foglalkozunk, és nem írunk föl gyógyszert. Az más kérdés, hogy vannak pszichiáterek, akik pszichoterápiás szakvizsgát is letesznek, tehát pszichoterapeuták és pszichiáterek, mm -hmm. akik gyógyszert is írhatnak, és ugyanúgy pszichoterápiát folytatnak, mint a a pszichológus, pszichoterapeuták. De ha jól értem, nem egyenes az út, tehát hogy attól még, mert valaki nem tudom elkezd járni pszichológushoz, akkor utána, ha mondjuk már a pszichológus nem tud vele mit kezdeni, akkor mondjuk neki kötelezően, most ez hülye szó, hogy tovább kell mennie egy pszichiáterhez. Tehát itt ilyen szempontból nincs kapcsolódás. Az így erős, hogy egy pszichológus nem tud vele mit kezdeni, inkább azt mondom, hogy ha fölméri a kompetenciája határát, és például gyógyszeres kezelést igényel. hogy ő azt érzi, vagy, vagy, a pszichológus érzi azt, vagy ő azt érzi, hogy nem. Hát a pszichológusnak ezt meg kell tudni állapítani, uh -huh. tehát ezért klinikus ezt tanuljuk, hogy hogy mikor van az az állapot, amikor mondjuk ez gyógyszeres kezelést igényel, vagy minimum fölmerül, akkor be kell vonni egy pszichiáter kollégát. Ezt én is itt csinálom, és szerintem majdnem minden más kollégám. Eh, átküldeni ő nyilván diagnosztizálja, és uh -huh. az már a pszichiáter hatáskörül, hogy eldönti, hogy valóban kell az a gyógyszeres kezelés. Uh. Ezt beszéltünk, és pont érdekes, hogy felhoztad a legelején, mennyire gyakori, és most pont emiatt, de aztán beszéltünk idősebbekről is, de a fiatalkori kiégés vagy idegösszeomlás adott esetben, amikor besokal egy adott illető, és azt érzi, hogy most, most, most vége az életemnek, és nem tudom, és minden ö, sötét felhő a fejem fölött van. Én azt hiszem, hogy ez egy gyakori. Én azt gondolom, amennyire magamat diagnosztizáltam, hogy már átestem, vagy áteshettem egy ilyenen. Ö, mennyire gyakori? Ti hogy látjátok ezt? én ehhez nem tudok hozzászólni. De azt hittem, ti beszéltetek róla, nem azt mondtad? De Itt talán az elején csak hogy az elején, elején valamit hogy kiégés, feldobta, igen, kiégés, Ilyen ez feldobta, ilyen. Én nem találkozok ilyenekkel, tehát nem találkozok fiatalokkal, tehát én maga a pácienseket én nem látom, tehát én nem orvos vagyok, én kutató, tehát én inkább Megpróbálom azokat az eszközöket, technológiákat kifejleszteni, ami segítséget nyújthat az orvosoknak, uh -huh. vagy mondjuk egy szűrésnél, egy diagnosztikai eszköz, ami vagy a páciensnek, de általában azt is konzultációval, mondjuk egy orvossal. Világos? Tehát én, én ebben nem tudok állás foglalni, hogy ez megnyire egy Jó lett volna, hogyha itt az András itt kettőtök között van, aki tényleg amúgy orvos, és azt hiszem sebész orvos, és akkor egy picit talán ilyen páciens oldalról, és akkor mind, mind, a három. Ő, ő, ő az találkozik. Igen, ő sem sok idegosszeomlással, ez inkább hozzád szól, csak lehet, hogy pont rád néztem, mert de nem, hogy te beszéd, és rád néztem, de igen, ez a te inkább. De egyébként inkább, ami szerintem ebben a műsorban most fontos ezzel kapcsolatban, azért nagyon nagy szavakat, nagyon nagy diagnózisokat röpköttetnek az emberek ma már. Én, mivel ismeretterjesztéssel foglalkozom előadóként, meg íróként, ezért nem szólhatnék egy szót se, de én magam sajnálom, hogy bekerült egy csomó diagnózis így a hétköznapi nyelvben. Tehát, hogy ezért nyelvben, tehát klinikusként, vagy, vagy szakemberként, olyan diagnózisokat dobálnak magukra és másokra az emberek, mint például depressziós vagyok, uh -huh. mint pánikbeteg vagyok. Hát nyilván most a személyiségzavarokba bele se menjünk, hogy minden ex az narcisztikus volt, mindenki, aki kicsit hangulatot váltott, az minimum borderline, pszichopaták vannak. Nem azt mondom, hogy nincsenek, de hát azért Nem, mindenki a saját ennyi. érdekei szerint osztályozza ugye az ex uh -huh. vagy az aktuális partnereit, vagy barátait. Ez szerintem nagyon veszélyes. Ez is, hogy depressziós vagyok. Szóval ezért itt, itt több tünetnek egyidejűleg kell fönnállni megfelelő ideig ahhoz, hogy ilyen diagnózisokat adjunk. És ettől úgy elértéktelenednek ezek a diagnózisok, és emiatt könnyen félváról is kezelik ezeket. Tehát vagy túlihegik, vagy félváról kezelik. Tehát az idegösszeomlás azért abban a formájában azt hagyjuk, az nem ebbe a műsorban tartozik. Amire használni szokták, az inkább egy ilyen beszűkült állapot, ami mindannyiunknak volt. Szerintem mindannyian találhatunk ilyet. Lehet, hogy gyerekkorban, lehet, hogy kamaszkorban, lehet, hogy egy szerelmi csalódásnál, vagy egy teljesítmény problémánál. Tehát, hogy most mondok egy példát, nem is tudom most, ezt, hogy jutott eszembe, én azért egy elég, elég jó tanuló gyerek voltam, mindig apukám egy ideig volt iskolai igazgató, tanár volt, tehát ugye azért volt is hát igény erre otthon, és akkor én a kis eminens, aki hegedültem, ballettesztem, nem tudom, az egyik még tanítónénél éreztem, de alsó tagozatban, hát nyilván mi más az első padban a barátnőmmel leírtam, hogy nem tudom, a barátnőm érte, hogy Kati hülye, igen, nem húzta alá. És akkor én alá húztam, hogy igen, Kati néni észrevette, elvette a levelet, és hát behívtak az igazgató az utólag, egy nagyon bájos történet. De arra például emlékszem a mai napig, pedig hát 7-8 éves lehettem, teljes Ilyen érzés, hogy összeomlott Aha. a világ, tehát hogy vége az életemnek, vége, hát nem karrier, hát szóval, hogy Persze, az iskolából iskolám. biztos, és is, hát apám, ez a szégyen. Szóval, hogy ezek beszűkült állapotok, és akármennyire bájos történet, én egyébként nem vagyok egy ilyen pánikolós típus, de mégis ez az élmény nagyon jól hajaz arra, amit szoktak mondani erősen szorongó emberek, hogy hogy tudnak beszűkülni egy adott pillanatban, most nem könyvajánló, de nyilván erről is írtam egy könyvet, ami pont erről szól, hogy hogy katasztrofizálunk egy adott helyzetben, egy egészen apró dolog kapcsán, és tehát, hogy tudod, ilyeneket szoktam mondani, hogy valaki bemegye egy társaságba, vagy egy buliba, és véletlenül elesik. Ami előfordul, hogy mindannyian estünk el, de hogy az, olyan szintű leégésnek, vagy nem tudom, hogy elsüllyednek, nem tudom, elbújik a világ előtt, miközben a vizsgálatok azt mutatják, hogyha a buli közönségét megkérdeznénk, hogy ki esett el, azon gondolkodnának, hogy lány volt, vagy fiú. Tehát, hogy ez egyáltalán nem érdekli annyira a környezetet. De mégis, amikor beszűkül valaki, akkor azt érzi, hogy a szégyen, ami vele történt, vagy az, hogy egyest kapott, vagy kibukott egy egyetemről, vagy például az érettségi előtti mm. halálos félelem, az olyan, mint a vége lenne az életnek, és ilyenkor nagyon jó egy ilyen realitás kontrol. Ez is mind-mind kognitív technikának a kérdése, hogy általában ezek az idegó összeomlásszerű dolgok azért következnek be, mert túlértékeljük a veszélyt, a problémát, és alulértékeljük magunkat, akár a képességeinket, vagy a kudarc elviselésének a képességét. Tehát, hogy, mert, hogy ezeket így túl szoktuk élni, de a beszükült állapotban azt érzed, hogy nem. Uh -huh. Szerintem ettől nem is kell idegenkedni, tehát ezért vagyunk emberek, hogy ezeket megéljük, tehát ez egy kicsit olyan, mint az edzés, tehát pont amit mondtál, hogy, hogy egy kicsit is mondjuk beszűkül, vagy egy picit depressziós, ez hozzánk tartozik, tehát hogy, és itt egy, egy kicsit szerintem a gyógyszeriparnak is van azért felelőssége, tehát az, hogy egy kicsit összemossa és mindenkire depressziós, hogy nyújjon gyógyszerhez, jó, Igen. több gyógyszert, több páciens legyen, és ez tényleg nagyon veszélyes. Ez így van, így van, és ez nyugaton, ez, ez, borzalmas, tehát ez nem, ez nem egy pozitív dolog, ami, ami onnan bejöhetne szerintem. Uh -huh. Pont ezt, vagy ha hát nem pont ezt akartam kérdezni, de miről, vagy hogy kell elképzelni egy gyógyszerfejlesztési folyamatot? Tehát, hogy mik itt a legalapabb kérdése most nyilván amelyik konyha, konyha nyelven el tud itt mondani nekünk, tehát most nem, nem tényleg, csak hogy megértse a, a, a néző is, meg mi is, vagy én is. Van ennek tényleg egy folyamat, amit így le tudsz persze, érni? Persze. Illetve ö, ö, azt te is mondtad itt még a beszélgetés elején, hogy vicces, hogy amúgy itt fiatalokat érintő témákról, de hogy egy Alzheimer-kor elleni ö, gyógyszert fejlesztetek? Hát igen, illetve ezt próbáljuk. Tehát nekem mindig is álmom volt, hogy, hogy ö, olyan célt tűzzek ki, amit lehet, hogy sose fogok elérni, de ahogy Adács is mondja, az oda vezető út, a, az, az, maga a küzdelem, az, az, egy fontos és élvezetes dolog lehet az életben, hogyha nyilván mindig tisztában van azzal az ember a határaival, illetve hogy mit tud elérni. Tehát nyilván egy gyógyszerfejlesztés, mondjuk egy Alzheimer-kor, az, az egy gyógyíthatatlan betegség. Jelenleg nincsen olyan gyógyszer, ami teljesen megállítaná, visszafordítaná ezt a betegséget. Tehát ezt kitűztem magam előtt, hogy olyan betegséget célzok meg, amire nem lehet bemenni a patikába is venni, és annál jobbat fogok létrehozni, hanem olyat, ami ellen még nincsen. És akkor uh, nyilván a, akár a kutatói státuszban az a lényeg, hogy megnézi, hogy a, most jelenleg a tudomány hol áll, Le, jelenleg a gyógyszergyárak mit csinálnak. Tehát uh, eleve egy olyan koncepció, egy olyan ötlet volt, amikor ehhez hozzákezdtünk, ami, ami nekem nem volt szimpatikus. Tehát uh, ez egy olyan komplex betegség, ami nagyon sok mindentől függ. Tehát lehet egy uh, fizikális trauma, egy gyulladás, egy fertőzés, az időskor, oxidatív stressz, helytelen táplálkozás is, ezek mind, meg a genetika, ezek mind elősegíthetik a demenciának egy, egy, az Alzheimer kornak a kifejlődését. Tehát, és a gyógyszeripar megpróbált egyetlen egy aspektust, egyetlen egy célpontot kipécézni, hogy na most, hogyha ezt helyrehozzuk, akkor meggyógyul a, 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 betegség. És ez egy olyan komplex dolog, hogy ez eleve ez a hozzáállás nem tetszett, ez az egyik, a másik az, hogy mi nekünk van egy óriási gyógyszer, molekula könyvtárunk, az mit tudom én mondjuk százezer molekula, azt kb. egy év alatt le tudjuk szűrni, hát ehhez képes mondjuk egy nagy gyógyszergyár, neki van mondjuk 10 millió, és két mm -hmm. nap alatt szűri le. Tehát eleve nem tudunk versenyezni vele, tehát hogyha ugyanazon az úton megyünk, mint a nagyok, akkor biztos, hogy semmi esélyünk. Ezért megpróbáltam teljesen más oldalról közelíteni, egy olyan gyógyszer fele indulni, ami több hatásmechanizmussal rendelkezik, és gyulladásgátló is, oxidatív stressz, sejtvédő is, és a neuron esetleg még a memóriára is hat. És akkor ebben igazából volt egy mázlink is, és ebbe az irányba megyünk tovább. Egyébként úgy kell elképzelni, hogy ha találunk valamit, akkor utána a vegyészek ezeket körbeszabják, is, különben egy fantasztikus tudomány maga a vegyészet, mert olyan dolgokat lehet létrehozni, a világon még nem volt olyan kombinációba, tehát igazából teremtesz valamit, és az hát, ha jobb lesz. És akkor ezeket lehet tesztelni sejteken, utána állatokon. Nagyon érdekes, hogy most Amerikában van egy öt éves kutyakísérletünk, 40 öreg, öreg bigölnek adják már évek óta a gyógyszert, és Ezeket nem bántják, hanem éppen, hogy, hogy tanítják különböző memória tesztekre, és akkor nézik minden évben, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy fejlődik, hogy öregszenek. És hát most azért vagyunk egy kicsit türelmetlenek, mert hogy annyit foglalkoznak ezekkel az idős bíglalakkel, hogy még az idős bíglalak is, még a kontrollok is kevésbé öregednek, annyira memóriájuk, de pont most történik talán az áttörés, hogy úgy néz ki, hogy a mi molekulánk ez helyreállítja ezt a ah. dolgot, és ez egy óriási dolog lenne. Természetesen a világpénze nem elég erre, hogy ezt elvidd utána, de szerintem ez a műsor ideje nem lenne elég arra, hogy a gyógyszerfejlesztés vagy kutatás minden aspektusára kitérjek. Minden esetre óriási állam, nagyon nagy pénz, nagyon nagy kitartás, szerencse, és szerintem egy jó koncepció, meg hát egy nagyon széles körül állátás szerintem a tudományra. És nyilván támaszkodok a vegyészeimre, a biológusaimra, uh -huh. és minden, amit tehát amit megnézünk, annak igaznak kell lennie, hogy a következő lépés az, 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 abba tudjunk investálni, tudjunk építeni. Úgyhogy egy kicsit ez az alapkutatás, illetve a, a, az alkalmazott kutatásnak is egy kicsit a különbözőségeit azért szoktak is ellentétekről beszélni, hogy most nagyon sokszor van egy kényszer a kutatói létre, és ez most nem a, a, a miénkre vonatkozik. Tehát az, hogy közöljön, minél több publikációja legyen, Igen. akkor kapja meg a, a doktorit fokozatát, akkor kap pályázati pénzt, a főnöke akkor lesz elismert, akkor lesz akadémikus, és egy olyan kényszer, olyan nyomás van rajta, hogy nagyon sokszor ö, leközlik azokat is, ami nem teljesen igaz, vagy akkor igaz volt, de nem lehet reprodukálni, nem lehet megismételni. És ez egy, ez egy ö, veszélyes dolog. Uh -huh. Kititám, hogy mi alapján írsz meg egy könyvet így, te is hasonlóan mondjuk így monitorozod az embereknek az állapotát és akkor, hogyha van egy nagyon népszerű téma, amiről még nem írtál, nem, nem feltétlenül írod újra az adott témákat, vagy lehet, hogy annyit változik, hogy újra kell írni, de hogy te neked hát honnan jön az inspiráció, hogy tényleg egy könyvbe összefoglaljál egy adott problémát? Ez, hogy előny vagy hátrány, most jól fog hangozni, de nem biztos, hogy előny minden esetben. Én elég spontán vagyok, tehát uh -huh. nem nagyon tudok így, független a PSD-től, ahol az ember teljesen másképp ír meg igen egy cikket, vagy aztán a diszertáció, de én, én nem fölmérem az irodalmat, tehát gondolom a lehetőségeket, és akkor így kitalálom, hogy mi lenne a téma, hanem tényleg minden könyvem úgy született, még a régi kiadomnál is, hogy mi, mi most a leggyakori, mi jut először eszedbe, és az, uh -huh. abból lett az új előadásom, mert nyilván, ami a legjobban mozog bennem, az de nyilván ebben a praxis segít, tehát Igen. azért ez egyértelmű, hogy a, az alapanyaga ezeknek a gondolatoknak az, hogy rendelek. Különben azért ez csak egy elmérkedés lenne, tehát itt a gyakorlatból jön. És való igaz, hogy ennek mentén haladtam, pont emiatt azért nem feltétlen olyan témákról írok, amiről nagyon sokat írtak. Uh -huh. Tehát Ebben voltak melléfogások, tehát sajnos az első könyvem a hűtlenségről szól, mert nagyon sokan jártak, sok pár járt ilyen romlémával, eladhatatlan, cím, <laughs> ö, se karácsonyra, se Hát kinek veszel a szülnapjára, vagy karácsonyra egy hűtlenséget? Hát és mi van azokkal, akik maguknak veszik? Nem, azt nem veszik meg. Megvették, csak megértek nekem, hogy úgy nem gondolom el, hogy egyébként mivel hűtlenek, ezért amellett kellene, hogy elolvassák, aki ott egy másik oldalon mindegy. Zah, Közös olvasás, felolvasás. Nem... igen. Az nem volt egy túl jó Vagy hangos. Eh, könyv. Hát a téma sem. Érdekes téma volt, de inkább azt mondom, az nem annyira. Nekem abszolút a Bárcsan Élni könyvem volt a szívemből jövő, ami arról szólt, hogy a félelmek, szorongások uh -huh. leküzdése, pontosan az, amiről beszéltem, a veszély túl értékelés, és meg a tehát arra nagyon sok fiatal reagált, tehát a, a te korosztályodból, vagy akár még fiatalabbak is rengetegen írták, akár érettségi vizsgálat, hova adják be jelentkezést, mert ugye abban volt egy ilyen alcím, ez volt a főüzenet, ugye, és akkor mi van? Tehát amikor így nagyon leblokkolsz, nem mersz valamit megtenni, mert és akkor mi van? Tehát ugye a megpróbált élethelyzet, még akkor is többet hoz az életedben, hogyha Udarca végződik, ellenben, ha nem próbálsz meg valamit, az óriási súlyjal fog rád nehezedni később. Tehát nagyon szevennek attól az emberek, hogy nem adtam be a, igen, nem próbáltam uh -huh. meg, nem szólítottam meg azt a lányt, vagy a fiút, aki tetszett. Tehát, hogy így elmennek ezek a pillantok mellettem, szóval, hogy ez valami ilyesmiről szólt, és a szívemből szólt, mert na nagyon ez vitt előre engem, és egy vidéken fölnövő lány voltam, tehát nulla eséllyel, úgy felvételéztem az egyetemről, hogy 16-szoros volt, azt hiszem, a jelentkezés, mindenki másodszorra ment jellemzően felvételizni, én meg mentem először három hónap felkészülése. Tehát az összes ilyen elrémítő helyzet, amikor vagy magadban hiszel, vagy a környezet uh -huh. által sugal dolgokban. Szóval az szívemből szólt, és akkor így haladtunk. Amit mondtam, hogy irítségről, az nyilván megint nem egy karácsonyi téma. Hívogatom. De az meg fontosnak éreztem. Pontosan de. emiatt, amiről beszéltünk, azt szerintem pont az amerikai élmények. Aha. Például, táplálták, hogy mondom, Úristen, mennyi tehetség másképp bontakozik uh -huh. ki. Én ugye nagyon ilyen anyai vagy ilyen emelő típusú ember vagyok, és én nagyon szeretem a fiatalokat így kibontakoztatni, és látom, hogy nem, inkább nem szólal meg, inkább mert nem akar, nem akar hülyének nézni, nehogy lehúrogják. Tehát mert rettegnek a visszacsapástól, és fontosabb, hogy ezt elkerüljék. A kritikát, mint amennyire fontos, hogy magukat kifejezzék. Szóval az meg nagyon szívemből szólt, és akkor emiatt jöttek ezek a témák, az elvárások szorításában témakör. Nézd meg, hogy ki lennél te, hogyha nem akarnál másoknak megfelelni. Szóval, hogy ezek már így, így, így nagyon szívből jönnek, de ezek nem ilyen exakt témák. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy más pont erről írt. Nyilván sok könyv szól erről, de teljesen ilyen intuíció alapú dolog. Ugyanígy adok elő hogy ami ott és akkor a közönség által bennem így megihletődik, azokat a történeteket mesélem el. Uh -huh. Alapvetően mit vesztek észre, hogy a fiatalok most már jobban kezelik amúgy az őket és stresszt, vagy depressziót, vagy bármit, mint mondjuk ezelőtt 50 évvel, vagy pedig, vagy pedig egy ilyen stagnálás van ebbe a dologban? Tehát most gondolok arra, hogy jaj, bármi bajom van, le, elmegyek, alig várom a hétvégét, leiszom magam, vagy rosszabb esetben kábítószerhez nyúlok. Mennyire valósak ezek a problémák, vagy mennyire estek vissza pontosan az ilyen edukációk miatt, mert megnéz egy ilyen videót, mert egy motiváció videót a TikTokon, mert inkább a sporthoz fordul. Tehát ti ezt hogy látjátok? Hát én is szerintem régen is ittak. Inkább arra gondolok, hogy amiért szerintem nehezebb most, hogy egészen más típusú szorongások jöttek be. Éppen most egy kollégámmal, mert kollégákkal is van egy ilyen sorozatom a, a Youtube-on, pont egy olyan kollégával beszélgettem, aki kifejezetten kamasz korosztályal foglalkozik. Ugye itt azért a klímagyász, klímaszorongásról, a, a jövőképnek a... Sötét részeiről kell beszélni, tehát azért tudod, a gyerekvállalási kedvtől elkezdve rengeteg mindenre kihat az, hogy már egy fiatal hogy látja magát. Tehát tekintve, hogy azért a, a klímaszorongás, az, tehát most persze be lehet csukni a szemünket, de hát azért ezt nem lehet nem látni, hogy haladunk valami felé. Nyilvánvalóan tegyünk meg mindent, ért, és bízunk abban, hogy nem fog bekövetkezni egy csomó szörnyűség, de azért óhatatlanul másképp készül most egy fiatal a jövőjére például elgondolkozva azon, hogy akar-e vagy szabad-e gyereket vállalnia, ha már azt nem, vagy nem úgy, az már nyilván megint nagyon sok mindent meghatároz. Uh -huh. Nyilván, ha így gondolkozik egy fiatal, hogy akkor a gondjai lesznek, akkor másképp el a munkához is. Azért a mi időnkben, tudod, még a szüleim úgy mentek el egy munkájára, hogy 30-40 évet ott eltöltöttek, Igen. tehát másképp rakták bele magukat, másképp volt a tisztelet a feletteseik iránt, nem tudom, egy sokkal merevebb rendszer volt. Ma már azért inkább a, a a saját maguk védelme felé is fordulnak a fiatalok, tehát hogy mondjuk nem fognak bedarálódni egy hülye főnök miatt, hanem akkor továbbállnak, tehát letolják ők, nem annyira. Persze ezt sok cégnél nehezen élik meg, és biztos van ennek negatív része is, de van egy túlélési része is, tehát annál még mindig jobb, hogy elmennek onnan egy új munkahelyre, akár két hónap után, mint hogy mondjuk gyomorfekéjük legyen öt év múlva ott hát hogy ezért szerintem sokkal több teher van a mostani fiatalokon ilyenek miatt, és azért ebben nem csak a klíma tartozik bele, hanem nézd meg, ott vannak a háborúk, akkor itt van ez, hogy volt egy ilyen COVID, azért ez most a fiatalokat érintette nagyon súlyosan. Az én lányaim konkrétan, mivel ők idén 18-20 évesek, ők pont a COVID alatt egy olyan kamasz időszakban voltak, amikor a haverjaikkal lettek volna éjjel nappal, és ehhez képest tudta. ugye online, tehát ez például nagyon sok ilyen depresszív szorongás állapotot fokozott, és azért ez az ő életükben van benne és hát ugye várható is, vagy én azt én mondom igen. az nem riogatás, hogy ilyen pandémiás helyzetek tulajdonképpen várhatók. Lesz. Hát várhatók, de azért, azért ezek nem olyan rettenetesen gyakoriak, tehát azért ez egy ritkább eset volt. Én nem, nem vagyok ennyire ö, ö, fekete jövőt jósló, ez és, jó. és, 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 szerin, és szerintem. Hiszünk neked? És szerintem a, a nem csak ezzel kapcsolatban, hanem a klímával kapcsolatban is. Tehát szerintem igenis van felelősség a kommunikációnak is, ahogy az elején kezdted elmondani, hogy mi a, mi a hír. Tehát, hogy a negatív hír, és hogy azokra vagyunk éhesek, azokat lehet eladni, uh -huh. és, és azokat pörgetik. Tehát, hogy én mindig is szoktam vitatkozni azokkal a kutatókkal, akik teljesen pessimistán állnak hozzá. Én teljesen optimista vagyok. Tehát, hogy, hogy az emberi tudás, az akarat, a kreativitás legyőzi ezeket és hát olyan hülye fejléces címek igen. vannak a, a, a internetes világban, hogy, hogy az valami bődület, tehát olyan egy, egyrészt hát lőtsége, egy és hát olyan negatívum, hogy a világ vége, és mit, ami ilyenek vannak, hetente és, van világ hát vége igen, van, de, igen, de olyan olyan hülyeségekről, igen. és meg hogy az emberi, mi lesz az ember, ember, emberiség vége. Hát amikor a, a fiatalok ezt hallják, hát még hogyha csak a, a egy tizede jut el a, a, a neurónjaikig, a, a, az is egy negatív. ami mi világunk már nem volt ilyen, és uh, uh, nyilván a covid tényleg rátett, és azt nem mondom, az egy kivétel, tehát ott az teljesen rendben volt. De az, hogy hogy riogatnak olyan dolgokkal, ami, ami irreális, tehát, hogy... Ezzel mélyen egyetértek, és ráadásul az ilyen mélyen riogató címek a feladás felé viszik így a, a fiatalokat, Igen. mert ugye, ha a világ is akkor nem tudom, akkor, akkor nem, ez van. Nem van. van. Hogyha Éreket... azt mondjuk, hogy vannak veszélyes dolgok, de nagyon sok mindent kell tenni az, meg ugye a szóval hát én is nagyon-nagyon elítélem ezeket a like-hajház, vagy nem is tudom, ilyen klik címeket, nagyon veszélyesek. Uh -huh. Visszakanyarodva egy picit egy kutatót, úgy képzeljünk el, hogy vagy te magadnak meghatározol, vagy akikkel dolgozol csapat, meghatároztok egy időintervallumot, hogy jó, itt most van 5-10 év, és most kifejlesztünk valamit, és, és nem tudom, és ez, ez egy ilyen határidő csúnya szóval, vagy pedig ez, ez, egy sokkal szabadabb, már már mondjuk a művészethez hasonlító ható dolog, hogy mondjuk nem tudom, lehet, hogy megírok egy dalt egy nap alatt, de az is lehet, hogy egy év alatt. Ez hogy hát, kell elképzelni? Hát, balgamódon, balga módon, amikor hozzákezdtem, akkor úgy volt, hogy ilyen határidőket hogy eh, hogy mit tudom, 40 éves kora még, mi hová lehet eljutni, de aztán ez teljesen irreális volt, tehát, hogy, hogy ezt nem is szabad szerintem megcsinálni, és mondjuk kutatónak mindig azt a tanácsot is szoktam adni a fiataloknak, hogy ne egy célt tűzzön ki, hanem sokat. Tehát, hogyha az egyik nem sikerül, mert nyilván benne van, akkor majd a másikba hozza azt a pozitív élményt, amibe sikeres lesz. És akkor legalább három-négy projektben vegyen részt, vagy mondjuk, jó, akkor az túlzás, de több projektben vegyen részt, és ha az egyik a sikeres, akkor az előrébb viszi. Tehát mondjuk egy jó mentor az azt csinálja, hogy ha látja, hogy egy kicsit, vagy túl nehéz feladatot adott, is annak a valószínűség, hogy az sikeres lesz, az kicsi, uh -huh. akkor ad egy olyat is, ami szinte biztos, hogy sikerülni fog. Tehát, hogy annak a, a, a negatívumát az, az kompenzálja egy pozitív élménnyel. De hát, hogyha az ember túl sok fele néz, mint én, különben művészettel is foglalkozok, az, az, az egy más típusú dolog, tehát az, az, az inkább a kikapcsolódás, a, a másik élet, de inkább a művészethez hasonlítani, ez nagyon jól láttad, igen. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek egyáltalán, és hogy ennyi hasznos info, tényleg én is csak így figyelgettem, és szerintem még amikor megvágjuk, meg amikor majd újra nézem, akkor is mennyi dolgot fogok elkapni, ami hasznos és edukatív volt. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm nektek. Lezárásként, Kitti, muszáj megkérdeznem, a pszichológusoknak is van pszichológusa? Ez a, klasszik, ez a klasszikus kérdés szerintem, ami mindenkit érdekel. Szerintem jó esetben van. Az a kérdés, hogy nekem van, akkor van. Én ezt fontosnak tartom, tehát a saját lelki egészségem, tartását. Én akkor tartom magam hitelesnek, ha én is járok. Itt. Tehát hogy nyilván pont azért járnak mások is, mert mert mert. Valaki más segítségével jobban rá tudok nézni magamra. Most nem feltétlenül nagyon intenzív pszichoterápiába kell gondolkodni, lehet, hogy ez néha egy szupervízió inkább, tehát át kell beszélni egy egy elakadást, de magamról is ugyanúgy. Hát az ember változik, az önismeretnek sosincs vége, változik az életkorom, az életszakaszok, a gyerekek fölnőnek. Hát ez ennek mind van megdolgozandó része, vagy a sikereknek, a kudarcoknak, szóval hogy én ezt fontosnak tartom, és ahogy beszéltünk róla, ez inkább menő dolog szerintem, az ember szán erre időt, energiát, nagyon sokat ad. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi szépen, hogy néztetek. Ez volt a Chaos Podcast. Iratkozatok fel ide is, meg természetesen Kitit is kövessétek, Lászot is kövessétek. Köszi szépen, találkozunk legközelebb szavasztok. Szavaztok. csak az utcán tudnak követni. de hát akkor most itt az ideje, az ideje csinálni hát, hát. social